kihelyezték a kisebb gépszobrokat a gyárút mentén. Új réteget kapott a Dózsa-György úti járda. Bojkis diákok ismerkedtek a stabil kerékpár használattal. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon, de a TikTokon és az Instagramon is jelen vagyunk. Jó estét kívánok! Kikerültek a kisebb gépszobrok a Komplex Turizmus Fejlesztés Ózdon című projekt keretében. Az elemeket először rekonstruálták a szakemberek, talapzatot készítettek neki, majd kihelyezték a gyárút mentén. Az örökségvédelem jegyében a projekten belül számos fejlesztés megvalósul a városban. Májusban járták be a területet a Komplex Turizmus Fejlesztés Ózdon című projekt érintettjei. A kivitelező ekkor már el is kezdte a munkálatokat az olvasó melletti színpad felújításával. Még a gépszobrok is renoválás előtt álltak. Június közepén kezdtek hozzá a felújításukhoz. Voltak olyan elemek, amiket kézzel kellett lefesteniük a szakembereknek. A csapat másik része ezeknek készített talapzatot a gyárút mentén. Minden szobornak kijelölték a jövőbeli helyét, ez alapján építették fel a különböző méretű betonalapokat. Június közepén kezdték el felépíteni a kéménytorzót a régi gyárkémény talapzatára is a kivitelező cég munkatársai. Ebből törnek majd fel a lézernyalábok, amik a világűrből is láthatóak lesznek. A korábban városunk jelképét képző 9 kéménynek az utolsó talapzatát megtartották az utókornak, és az ipari örökségvédők baráti köre volt olyan figyelmes, hogy az eredeti kéménynek a tégláit is megtartotta az utókornak. Így most a turisztikai projektünkben az eredeti téglákból épülhet meg az a kéménytorzó, ami mögöttem látható. Több mint 4 méter magas lesz, a végeredmény a befejezetlenséget fogja sugallni, és a közepéből a lézernyaláb, amiről már sokat beszéltünk, az ég felé tartó lézernyaláb fog kitörni. Bízom benne, hogy nyár végén, őszelején talán már be is kapcsolhatjuk, és a város lakóival együtt csodálhatjuk meg ezt az emléket. A polgármester kérésére egy rács is kerül majd a tetejére, hogy fentről ne tudják szeméttel teledobálni és megrongálni a műszereket. Akkor a lyuk lesz rajta csak, mint a lézernek az átmérője, hogy a fény pont ki tudjon menni, meg még így fel lesz hajtva. Rendőrök irányították a forgalmat az ívút és a munkásút találkozásánál a hét elején. Ekkor érkeztek meg az utolsó kisméretű gépszoborral a szakemberek. Az OAMUSZDI acélművek biztosított egy darut, amely segítségével leemelték és megpróbálták a helyére illeszteni a 8 tonnás elemet. Kihelyezzük őket egy tematikus útvonal mentén, és hát nyilván ezeket védeni is kell, tehát kivilágítva lesznek, kamerarendszer lesz ugye erre ráépítve, de a turistákat, a városlakókat ezen az ösvényen végigvezetjük, és túl azon menően, hogy információt kapnak ezeknek a gépszobroknak a múltjáról, az eredetéről, az akkori korabeli funkciójáról, hasznosságáról, ráépítünk egy kiterjesztett valóságjátékot. Többek között a múzeum belsejében is lesznek változások. A virtuális valóság segítségével VR szemüvegen keresztül lehet majd megismerkedni a kohászattal. A kiállítás anyaga hologramokkal is bővül. A cél, hogy megőrizzék a múlt örökségeit. Egy 15 éves kerékpáros lépett vonatelé putnokon, a személyvonat Miskolcról Ózdra tartott. A helyszínre riasztották az ózdi hivatásos tűzoltóparancsnokság munkatársait, akik segítették a rendőrség, valamint a mentősök munkáját. Az elsodort fiatalember súlyos sérüléseket szenvedett, állapotát a helyszínen stabilizálták, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A hivatásos szervek a délelőtti órákban helyszíneltek. A MÁV információi alapján ez idő alatt az érintett szakaszon nem jártak a vonatok, busszal közlekedhettek az utasok. A halálos baleset szemtanúit keresi a rendőrség. Hétfőn számoltunk be arról a balesetről, amely vasárnap délután történt Dubicsány és Putnok között. Egy szlovák rendszámú Audi sofőrje több autó előzésébe kezdett, és nem adott elsőbséget a vele szemben közlekedő Mercedesnek. A két autó frontálisan összeütközött. A balesetben 2 szlovák állampolgár életét vesztette, többen pedig megsérültek. A rendőrség közleménye szerint többen is megálltak segíteni a sérülteknek. Szeretnék ezeket a személyeket kihallgatni,
hogy a balesetet teljes körűen tisztázni tudják. A rendőrök olyan tanúk jelentkezését várják, akik a halálos kimenetelű baleset vonatkozásában érdemi információval rendelkeznek. A telefonhívásokat a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központján várják a 0646 514 506-os telefonszámon. A nap 24 órájában elérhető a 0680 555 111-es telefontanú zöld száma, vagy a 112-es díjmentes központi segélyhívó szám is. Mintegy 300 méteren újult meg a Dózsa-György úti járda. A Sajóvárkonyon található gyalogút szinte már járhatatlan volt. A városrehabilitációs keret második ütemében erre a fejlesztésre több mint 8 millió forintot különített el az önkormányzat. A kivitelező cég dolgozói befejezték a munkálatokat, így újra biztonságosan használhatják a járdát a gyalogosok. Javában zajlanak a városrehabilitációs keret második ütemének fejlesztései. A Sajóvárkonyi Dózsa-György úton található járda felülete igen rossz állapotban volt, így ennek felújítása már időszerűvé vált. A gyalogút új burkolatára több mint 8 millió forintot különített el az önkormányzat. Itt egy 300 méteres szakaszon újítottuk fel a járdát, új aszfalt burkolatot kapott, ebből egy olyan 40 méteren teljesen vonatúj járda épült, közel 24 köbméter aszfaltot használtunk el a munkálatokhoz. A Dózsa-György úton csak az úttest egyik oldalán található járda, ezért is volt rendkívül fontos a felújítás. A városrehabilitációs keret második fordulójában került sor itt Sajóvárkonyon a Dózsa-György úti járda újraaszfaltozására, amire nagyon nagy szükség volt, hiszen már balesetveszélyes volt ez a szakasz. Váradi József képviselő úr tette a javaslatot a keret felhasználásának ennek a szegmensére. Mostanra a munkálatok elkészültek, úgyhogy mindenki bátran használhatja. Bízom benne, hogy fogják is, mert jelenleg itt mellettünk jönnek az úton. Annak ellenére, hogy a járda már alkalmas a gyalogos közlekedésre, még mindig sokan az úttesten sétálnak, ami igen balesetveszélyes. A városvezetés abban bízik, hogy a járókelők is mielőbb birtokba veszik a felújított szakaszt. Már elkezdődtek a munkálatok az ifjúsági park környékén is. A Zöld Sziget pályázat keretében egy hatalmas zöld területet érintő komplex turisztikai fejlesztés valósul meg a stadionnál, a tónál és az ifjúsági parkban. A munkálatok előtt felmérték a területet és a növényzet állapotát. A szakember véleménye alapján elkészült egy térkép, amely tartalmazza a fák egészségének állapotát, magasságát, lombkorona méretét. Ezen dokumentum alapján dolgozik a kivitelező, hogy mely fákat kell csak metszeni, vagy éppen kivágni. A zöld terület rendezése mellett már elkezdték a strandbüfék előtti út aszfaltozásának előkészületeit, illetve a parkolók kialakítását a park könnyebb megközelítése érdekében. A fejlesztés ideje alatt a lakosság türelmét kérik. A projektben ugye arról is gondoskodni kell, hogy ez a zöld felület megfelelő karbantartásban részesüljön, tehát ápolni, gondozni fogjuk azokat a fákat, amiket a felmérés alapján esetlegesen gajazni, metszeni szükséges, illetve azokat a fákat, amiket a szakértőnk kivágásra ítéltetett, azt nyilván még egyszer megvizsgáljuk, és hogyha szükséges, a zöld felület érdekében, a fejlesztés érdekében azok nyilván kivágásra kerülnek, de természetesen a kivágott fák helyére, illetve a teljes terület vonatkozásában újabb fákat, bokrokat, sövényeket, növényzetet fogunk telepíteni. Tovább folytatódik az aszfaltozás Ózd belterületi útjain. Előre láthatólag holnap az Ady Endre úton fognak dolgozni a kivitelező cég szakemberei. Információink szerint a munkálatok ideje alatt fél pályán közlekedhetnek az autósok az érintett szakaszon. Arra kérik a gépjármű tulajdonosokat, ne parkoljanak az út szélén, hogy ezzel se akadályozzák a munka haladását. Az aszfaltozás ideje alatt a környéken lakók türelmét kérik az esetleges kellemetlenségek miatt. 11 ittas és egy bódult sofőrt szűrtek ki a forgalomból a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai az év 26. hetében, mielőtt balesetet okoztak volna. Az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult sofőrök kiszűrésére. Azok ugyanis, akik ilyen állapotban ülnek volán mögé, magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Cselekedetük bírósági eljárást is vonhat maga után. A vármegye útjain
A június 24-e és 30-a közötti közlekedési balesetek során 4 esetben ittas sofőr volt az okozó. A járőrök az adott időszakban 11 ittas és egy bódult vezetővel szemben intézkedtek, mielőtt bármilyen kárt okozhattak volna. Ismét gyerekek jártak az Ózdi rendőrkapitányságon. A sporttáborban résztvevő kisiskolások a nyár veszélyeiről, a közösségi média helyes használatáról hallhattak előadást, valamint arról is szó esett, hogyan vigyázzanak magukra a szünidő alatt. Kis Tamás hivatalvezető interaktív módon kérdéseket feltéve vonta be a gyerekeket a beszélgetésbe. Szituációs feladatokon is részt vehettek, ahol többek között egy tűzeset bejelentését játszották el a diákok. Az előadást követően körbe is vezették a táborozókat a kapitányságon. Szlalomozás, elindulás és kanyarodás. 12 bojkis tanuló vett részt a bringasuli programon, melynek célja a gyerekek felkészítése az önálló, magabiztos és biztonságos kerékpáros közlekedésre. A kétnapos kurzust Vancák Attila pedagógus koordinálta. A program sikeres teljesítése után a gyerekek oklevelet kaptak. Felkerül a sisak, egy utolsó ellenőrzés, hogy működik-e a csengő, fog-e a fék. A Bojki Tamás általános iskola udvarán gyerekek gyülekeznek. A bringasuli program keretében rendezett kétnapos tréningre érkeztek. A képzést Vancák Attila pedagógus koordinálta, aki beszélt a májusi tesztprogramról, illetve a biztonságos közlekedés fontosságáról. A célja az, hogy a negyedikes és hatodikos évfolyamos korosztályt szólítsák meg, és minél többen jártasságot szerezzenek a kerékpározásba, illetve hát a közúti közlekedéshez szükséges szabályokat megtanulják, és a legfontosabb az, hogy nem csak ők szerezzenek maguk jártasságot, hanem ahhoz is gyakorlatot szerezzenek, hogy hogyan kell együtt csoportban kerékpározni, és mikre kell figyelni a közúti forgalomban. A Bringa Akadémia csapata az aktív és ökoturisztikai központ támogatásával szervezte a bringasuli pilotprogramot, mely 45 pedagógus és körülbelül 500 gyermek részvételével zajlott, országszerte mintegy 40 iskolában. Májusban is és most is 12 diák vett részt a képzésen az Ózdi intézményből. Az első napon megismerkedtek a kerékpár felépítésével, a megfelelő sportfelszereléssel. Az iskola udvaron fokozatosan nehezedő, játékos gyakorlatokat kellett teljesíteni. Volt szlalomozás, egykezes pacsiadás és a biztonságos elindulásból is rutint szereztek. Nagyon tetszett a szlalomozás, és várom, hogy kimenjünk a forgalomba. Azt tetszett, amikor Attila bácsi mutatta, hogy amikor hátrafordultunk, mutatott számot, és mi mondtam meg a kanyarodás. Az nekem eléggé tetszett. Az első nap után a csapatot ketté osztották. 6-6 fős csoportban a közúti forgalomban is kipróbálhatták a korábbiakban pályán elsajátított tudást. A képzés sikeres teljesítése után a gyerekek oklevelet vehettek át. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Kikerültek a gyárút mentén elkészített talapzatokra a kisebb gépszobrok a Komplex Turizmusfejlesztés Ózdon című projekt keretében. 15 éves biciklis gázolt a vonatputnokon. A fiatalembert életveszélyes állapotban mentőhelikopter szállított a kórházba. A balesetet követően nem közlekedtek ott a vonatok. Mintegy 300 méteren kapott új burkolatot a Dózsa-György út menti járda. A fejlesztés a városrehabilitációs keret második szakaszában valósult meg. Tizenkét bojkis tanuló vett részt a bringasuli programon, amelynek célja a gyerekek felkészítése az önálló és biztonságos kerékpáros közlekedésre. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Csütörtökön is sok napsütésre számíthatunk, délután azonban országszerte megnövekszik a gomoly felhőzet. Néhol előfordulhat kisebb zápor, zivatar, több helyen élénk lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet 12 és 28 fok körül alakul.
Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Hírodunkat követően Múlt idő című magazinunk legújabb összeállítását ajánlom figyelmükbe. Szóba kerül egy 2007-es látogatás az egykori gyár területére, de gyerekek is mesélnek az élet nagy dolgairól. Skandináviában kis autóval és Lipicai Lovas Fesztivál Szilvásváradon ezek a mai témák. Érdemes tehát velünk maradni. Ne feledjék, holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó. Most szép estét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!